Megvan! Egy, csak egy picit halkabb van, de mindenki mindjárt. Kettő. Hát kinek kell adni a jegyeket, mert megvannak. Hé! Segíts! Szeretném, ha ilyen fülem lenne. Dr. Zúzmara és Dr. Paprika így érkezett meg a Jós András Oktatókórház egyik tárgyaló termébe. 28 társukkal heti rendszerességgel látogatják a kórház gyermekosztályát. Egy-egy vizit alkalmával humorral, nevetéssel és zenével segítenek a gyerekeknek a gyógyulásban. Az egész ténykedésnek a lényege az, hogy egy olyan szituációt próbálunk kialakítani a kórházi körülmények között lévő gyermek és szülei részére, amelyek meglepőek, amelyek melbevágóak, amelyek egy olyan szituációt teremtenek, hogy elvonják a gyermeknek a figyelmét arról az alapvető problémáról, arról a fájdalomról, arról a negatív érzésről, arról a kellemetlen pszichés terhelről, ami miatt ő tulajdonképpen betegsége folytán itt bent fekszik a kórházban. A művészek, művésznők, művészurak, akik ezeket a produkciókat előadják, ezt magas fokon tudják előadni, és ezt egyénre szabottan tudják megtervezni, és tudják kivitelezni. Mióta tetszik itt, hogy így mondja, henyélni, meg így hevenézni a napon, ha szabad kérdeznem a kevegyvölgyet. Másképp lehet felvidítani egy kisgyermeket, és másképpen egy pszichés betegsége kórházban lévő gimnazistát. Az ilyen vizitek a szülőknek is hasznosak, hiszen látják, hogy nem csak gyógyítanak a kórházban, hanem a gyermek lelkével is foglalkoznak szakemberek. Ez pedig 10 éve nagyon pozitív tevékenység az osztály életében. 10 év alatt közel 500 bohóc doktori vizitet hajtottak végre bohóc doktoraink, és körülbelül 18 ezer gyereket sikerült ez idő alatt felvidítani. Nagyon jó tapasztalataink vannak, nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk. Gyerekek várják a bohóc doktorokat, de nagyon sokszor szülők is, illetve orvosok, nővérek is, és egyre jobban bevonnak a munkájukba. Természetesen a bohóc doktorok nem helyettesítik a fehérköpenyes orvosokat. A bohóc doktoroknál az egyik legfontosabb tulajdonság, hogy érzékenynek kell lenniük, de emellett fontos a szakmai színvonal is, hiszen a bohóc doktorok színészek, előadó művészek, akiknek a felvételit követően egy 3 éves képzésen kell részt venniük. Ez nagyrészt színészi képzés, színésztréning, bohóc technika, illetve meg kell tanulniuk néhány eszközzel együtt dolgozni, mint például a hangszerek, mint amilyenek mondjuk a bűvésztrükkök vagy zsonglőkellékek, és aztán meg kell tanulniuk, hogy a bohóc hogyan használja ezt, hiszen ez egy kicsit más, mint amikor egy zenész zenél, mint amikor egy bohóc zenél. Ez pedig kiegészítendő, olyan elméleti előadásokon is részt vesznek, illetve szemináriumok, mint amilyen pszichológia, kommunikáció. Az alapvető egészségügyi ismeretek is elengedhetetlenek. A művészeknek tisztában kell lenniük, hogy a kórház struktúrája hogyan épül fel, hogyan működnek az osztályok és hogyan zajlik egy-egy vizit.